Kettős filmbemutatóra került sor a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban a Mimozing elnevezésű programsorozat keretében. Licskán Éfóti Zsuzsanna igazgatóhelyettes köszöntőbeszédében szeretettel üdvözölte a film alkotóit, illetve az esemény főszereplőit. Külön szeretettel köszöntöm a mai est főszereplőit. Egyrészt a film alkotóit, azt gondolom, hogy mindannyian ismerik őket, de szeretném őket bemutatni, és most kivételesen megkérem, hogy álljanak is föl, amit tudom, hogy nem szeretnek. Fuszenekkel Ferenc Balogh Rudolf díjas fotoművész, Lőrinc Ferenc festőművész, Lábadi Károly néprajzkutató, és külön szeretettel köszöntöm Hegedűs Ernő urat, aki hamarosan ki fog derülni, hogy milyen szerepet is játszik a ma estén. Kérem, legyen kedves fölállni! Zsuzsanna arról is szót ejtett, hogy 2010 óta több film is bemutatásra került a Városi Könyvtárban, úgy, mint a Gödöllői Dombság, vagy a Volt egyszer egy kismuki. 2009-ben mutattuk itt be először az alkotók filmjét, Volt egyszer egy kismuki címmel. Hát biztosan emlékeznek a régi mozirajongók arra, hogy dupla vetítéssel, teltházzal, kisebb, nagyobb fölhördülés is volt, hiszen ez a terem nem tudta azt a rengeteg érdeklődőt befogadni, akik erre a filmre akkor eljöttek. Lábadi Károly felvezetésében elmondta, hogy mely két új film élményeivel gazdagodhat a közönség. Az elsőként vetített alkotás nevét Keresztes Szent János imájának egy sora adta, ez ihlette meg a G5 alkotói csoport tagjait. Az elkészült film így a Támasz nélkül támaszkodva címet kapta. Néhány gondolatot szeretnék megosztani ezekről a filmekről. Az első a Támasz nélkül támaszkodva. A címről legelőször azt szeretném elmondani, hogy Keresztes Szent Jánosnak az egyik imájából van kiemelve ez a sor, és ha megtekintik a filmet, akkor rádöbbennek, hogy az alkotók és a filmnek a főszereplője, Hegedűs Ernő is miért keresi azt a bizonyos támaszt, és arra is választ kapunk, hogy ezt a támaszt hol és hogyan lehet megtalálni. A helyszín a Mária Besnyői Bazilika, és ha tartalmát kellene röviden összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy egy lélek bolyongásáról szól ez igazából a hit, a vallás végtelen mezején, és a látomások, amelyek előjönnek, fölbukkannak e bolyongások során, azok valami módon papírlapra kerülnek, rajzok formájában, és egy döbbenetes ősi világ teli ősi szimbólumokkal jelenik meg, amely a keresztény kultúrának a gyökereihez vezet vissza. Majd látnak a rajzokon olyan szimbólumokat, amely egyikről sem hiányzik. A kereszt, ugye, amely igazából kettős jelentésű, a szenvedés, a halál, és ugyanakkor a föltámadásnak is a szimbóluma, akkor ugyanúgy a vallási szimbólumok közül a monstrancia is gyakran feltűnik ezeken a döbbenetes erejű rajzokon, amely a kenyér színe alatt lakozó Jézust rejti. Továbbá fölhívom a figyelmüket a fákra is. A fák is jelen vannak, a fák közül is a fenyő, az örökzöld, amely talán, ha a szimbólumok nyelvére fordítanánk le, akkor lehetne az örök életnek is a szimbóluma. A Biblia jól ismert jelenetei is megfogalmazódnak ezeken a döbbenetes erejű rajzokon, a születésé, a keresztre feszítésé. Azt hiszem, hogy a passiót végig lehet követni ezeken a képeken, de ugyanakkor egy embernek az életének a szenvedéseit is nagyon jól megelevenítik ezek a rajzok. Ugye
A film címe Támasz nélkül támaszkodva. Keressük mindannyian a fogódzót az életünkben, és megdöbbentően rávilágít Hegedűs Ernő a maga jámborságával, hitével, hogy hol lehet ezt megtalálni. Nagyon könnyű rá válaszolni, a támasz az ember életében egyedül Isten lehet. A másodikként bemutatott Tünékeny létezés névre keresztelt film szintén filozófiai kérdést feszeget. A létezés kérdését járja körül, mégpedig egy alkotóház, illetve egy család hajlékán keresztül. Ahogy majd peregnek ezek a képek, ha nem is ismernénk ennek a filmnek a címét, hogy tünékeny a létezés, akkor is önkéntelenül kimondanánk ezt a két szót, a filmnek a címét. És itt néhány gondolatot ezzel kapcsolatban le is jegyeztem, a létezéssel kapcsolatban. Én amikor először láttam, azt a kérdést fogalmaztam meg, azt a kérdést tettem föl, hogy tényleg tűnékeny a létezés. Megpróbáltam rá válaszolni, a következőt írtam le. Bizony az, mert számunkra a valóságban csak addig van valami, amíg észlelhetjük vagy érzékelhetjük. Ha megszűnik ez a képességünk, magunk is belesímulunk a létezés tünékenységébe, melynek helyén valami más születik. Marcus Aurelius, a katonacsászár sem vélekedett másképpen. Következőt írta le, mind levelek születése, olyan csak az embereké is. Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt újból. A dobozban, a DVD-t rejtő dobozban lévő lemez mégis arra tesz kísérletet, hogy a végleges újrasarjadás előtt a valóság még megmaradt darabkáiból megszője az emlékezés maradandó tarka szőnyegét. A nevezetes gödöllői festődinasztiáról, a remseiek kertjéről és hajlékáról. Bevezet a kerten át abba a házba, ahol képeik születtek és álmaik gomolyogtak. Ma már mind a kert, mint a ház élőlény nélküli, lelke nyugodt, és ez a békesség hozzácsatlakozik a mi lelkünk kincseihez, melyek között emlékeket őrzünk az atyáról, Remsei Erőről és a festő gyermekeiről, Andrásról, Gáborról és Ivánról. Nélkülük a műteremház a halálukat túlélő táj részévé válik. A keletiek hisznek abban, hogy a kert és a természet között nincs különbség. Mindkettő ugyanaz. A boldogság és a kiegyensúlyozottság szintere. A remseiek is, a misztikum részesei, elválaszthatatlan résztvevői voltak, amíg éltek. Ahogy követjük a puha fényekbe és árnyékokba belenéző kamera képeit, hagyjuk, hogy ránk csavarodjonak a kert és a műteremház megelevenedő, emlékeinkben még élő, róluk szóló legendái. Televíziónk műsorunkat követően adására tűzi az esten vetített Tünékeny létezés című filmet. Április 19-én este pedig a Támasz nélkül támaszkodva című alkotást tekinthetik meg itt, a Régiókusz televízióban.